Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával, a Magyar Linux videók sorozatot látjátok. A mai részben bizony a képernyőmentésről lesz szó. Felmerülhet a kérdés, hogy miért kellene erről beszélni, hiszen a legtöbb disztribúcióban alapból van valami képernyőmentő program, ami lefotózza számodra a monitoron látható képet, lementi, és nagyon jó, hozzá van rendelve egy megfelelő funkcióbillentyűhöz, és ennél többet minek beszélni róla? Megnyomod, kész a kép, és mindenki örül. Miért? Mert mit vársz el egy alapvető eszköztől, ami képernyőmentő címszó alatt fut? A teljes képernyőt mentse le egy képbe. Oké, ezt a legtöbb tudja. Részletet is tudjon menteni, azaz, hogyha te valamit berajzolsz egérrel, akkor legyen szíves már azt a keretben, abban a téglalapban lévő részt is külön lementeni. Nagyon hasznos, és ezt is tudja véleményem szerint a képernyőmentő eszközöknek a 99%-a, de ez nekem kevés volt. Ez egy általános elvárás, olyanoknak jó, akik hetente egyszer csinálnak képet, megmutatni, hogy oppá ez a program, hogyan működik, vagy éppen eldicsekszenek azzal, hogy milyen szép háttérképet raktak össze, milyen esztétikusan rendezték be a saját monitorokat. Azoknak elegendő, de aki többet szeretne kihozni, vagy több részletet, vagy több eszközt szeretne használni, annak bizony ez kevés. Mit várunk el az általános dolgokon kívül? Tudjon külön ablakot is lementeni. Azaz, hogyha egy program fut, akkor ne az egész monitor mentse le, hanem csak a program ablakocskáját. Miért? Mert bizony, ha te kézzel körberajzolod, akkor nem biztos, hogy pontosan a keretet eltalált, egy kicsit nagyobb lesz, egy kicsit kisebb lesz, kézzel igazgatni a kijelölés, meg lehet tenni, de macerás, idő megy el vele. Hát bizony tudja az a program azt a funkciót számomra, hogyha rábökök egy ablakra, egy futó program ablakjára, akkor az egész ablakot, pontosan azt az ablakot legyen szíves lementeni. Ez is nagyon kellemes dolog, és sokszor előfordul, hiszen hogyha valakinek el akarsz küldeni egy programképet, mert éppen nem működik, még véletlen se akar működni az a program, és dokumentálni vagy bemutatni szeretnéd, hogy bizony ezt a hibát kaptad, vagy egyszerűen bemutatsz egy programot, és ezt, és azt, és amaz ablakját szeretnéd bemutatni, hogy ott ezt tudod elvégezni, akkor bizony ez elég esztétikusan megoldható ezzel a programmal. A másik gondolat az, ami már egy kicsit macerásabb egyéb programokban, hogy egy súgóbuborékot vagy egy menüt le tudjál menteni. Miért? Mert hogyha a súgóbuborékra odabögsz, tehát éppen odamész és előugrik a súgóbuborék, elviszed onnan az egeret, eltűnik. Menük is ilyen hülyeségeket szoktak tenni, nyilván ez a normál működésük, de a mentésüknél bizony ez kellemetlen dolog, hogy eltünedeznek, bizony ez a programocska, amit be fogok mutatni, bizony tudja ezt, és kényelmesen meg tudod tenni különböző egyéb trükközések nélkül. Aki még ennél többet is akar, azaz nem csak le akar menteni egy képernyőképet, annak is nagyon kellemes ez a program, mert rettentő sok olyan dolgot tud, ami úgy általában, ha jó lenne, ha tudna, de nem is gondol az ember arra, hogy bizony egy-egy ilyen programot keressen, mert másképp is meg tudjuk oldani. Az egyik ilyen funkció, ami nagyon kellemes, hogy weblapot is le tud menteni képként. Nem úgy, hogy te odamész a böngészőhöz és lemented a monitor képét, hanem öntevékenyen az egész oldalt. Mert hiszen, hogyha te leszeretnéd menteni az adott oldalt, akkor oda kell menni, kijelölni az egész oldalt. Ha az egész oldal hosszú, akkor bizony össze kell húzni, picik lesznek a betűk, vagy a részletekbe kivagdalod, lemented a képet és összeilleszted, nem. Ez meg tudja tenni azt, ha megadod az elérési utat, szépen lementi az egész képet kényelmesen. Igaz, előfordulhat, hogy egy hosszú oszlopnak fog tűnni ez a kép, de nagyon hasznos. Például olyankor, ha dokumentálni szeretnéd, hogy ott megjelent egy cikk és az volt beleírva, mert hát a cikkeket át lehet írni, vagy fórumon a fórumtárs valami olyasmit írt,
amit sejted, hogyha esetleg rámutatsz, hogy ilyet nem illik írni, vagy ez teljesen butaság, akkor az a bejegyzés eltűnik, akkor bizony jó lenne ezt valami fotodokumentummal bizony alátámasztani. A következő gondolat, oké, lementettünk egy képet, mi van? Hát bizony a képet el tudod küldeni, el tudod rakni, és örülsz neki. De a legtöbb esetben legalábbis nekem valami minimális szerkesztési eljárást is kellene csinálni, pár feliratot rá kéne tenni, egy-egy nyilat, vagy körbekeretezni, vagy éppen besatírozni azt, amit szeretném, hogyha nem látnának, bár a programot szívesen megmutatom, de esetleg az én regisztrációs kódomat ne lássa meg mindenki, vagy az én e-mail címemet ne lássa meg mindenki, vagy egy cég nevet ne lásson az adott képen, bizony ezt is meg tudja tenni, azaz ilyen szerkesztési feladatokra is alkalmatos a legtöbb esetben ez a programocska, és miért nem jó az számomra a legtöbb esetben, hogy oké, lementem a képet, behívok egy képszerkesztő programot, például a Gimpet, vagy akármelyiket, és abba dolgozok, azért már ez egy plusz feladat, plusz lépcső. Nekem az a lényeg, hogy például egy egyszerű kis nyilacska elhelyezéséhez nem szeretnék egy komoly, összetett programot megnyitni, betenni a nyilat, lementeni és egyéb, nem tudja a képernyőmentő programocskám is. Nagyon professzionál. A következő résszel, az effektusokkal és a feltöltésekkel igazából én nem nagyon szoktam foglalkozni, bár tud egy-két olyan képeffektust, amit esetlegesen időnként használ az ember, feldobja a képet, de nem egy mindennapi dolog, de tudja, megmutatom, a feltöltések természetesen tud FTP feltöltést, természetesen pár kép közzétevő oldalra fel tudja tölteni a te képedet, ezeket én igazából nem használtam, az FTP-t igen, de ezek a kép megosztó oldalacskák hát bizony számomra nem annyira kedvesek, nyilvánvaló okok miatt. A telepítése egyszerű, illetve nem mindenhol annyira egyszerű, de mondjuk az Arch Linux alatt viszonylag hamar fel tudod tenni ezt a programot. Ez disztribúciónként eltérhet, előfordulhat, hogy a te disztribúciódban nincs bent, akkor interneten légy szíves már utána olvasni, hogy hogyan tudod megoldani. Ha jól emlékszem, Ubuntu, illetve Mint alatt természetesen PPA-ban elérhető az összes eszköz, azaz fel tudod majd rakni, installálni tudod mind a három, hozzáteszem, mind a három részt. Miért mondom, hogy mind a három részt? Mert áll a shutter, azaz zár nevű eszközből, ez maga a képernyőmentő program. Ezt használhatod úgy, mint egy professzionális, jól működő képernyőmentő eszközt. Ezt a legtöbb disztribúcióba jellemzően gond nélkül fel lehet rakni. A következő gondolat, hogyha szerkesztő részt is szeretnéd használni, és miért ne szeretnéd használni, hogyha adja a program a gyors szerkesztési lehetőségeket, akkor a Per Go Canvas nevű programot fel kell tenni. Ez jellemzően a legtöbb disztribúcióban ott van, nem okoz gondot, de ne ijedj meg akkor, ha felteszed magát a Sutterset, mert bizony előfordul az, hogy függőségként ez nem húzza föl, és esetleg te kattogtatsz a megfelelő ikonra, és nem történik a szerkesztési lehetőség megnyitása, akkor ezt a kis részt kell felrakosgatni külön. Ez van. Előfordul az ilyen. Ha pedig a web mentési lehetőséget is szeretnéd kihasználni, és miért ne szeretnéd kihasználni, hogyha a programocska tudja, akkor a GNOME kötőjel web kötőjel fotó nevű eszközt is fel kell tenni. Ez egy kicsit macerásabb lehet, hiszen különböző függőségei is vannak, ha ezt a disztribúciót nem adja, ez jellemzően a kisebb disztribúcióknál, vagy kommerszebb disztribúcióknál szokott előfordulni, hogy ezekkel gond van. Én Arch Linux alatt teszteltem, ott minden elérhető. Aki az Arch Linux alapra épülő disztribúciókat használ, annak azt javaslom, picike kis trükk, de igazából megkönnyíti az életedet, ha az Arch kezdő lépésekben leírtakat, ez a blogomban elérhető,
Jobb lenne, hogyha megtennéd, azaz megmagyaráznád szegény Arch Linuxodnak, hogyha már neked van sok-sok magod és szálod a processzorodba, akkor legyen szíves telepítéskor, fordításkor ezt felhasználni. Az Aurbor fogja neked feltenni, és ezeknek a csomagoknak a mérete adja azt, hogy a fordítási idő egy processzor magon, egy szálon bizony lehet, hogy hosszadalmasabb. Ha megteszed azt, amit ebben a leírásban elmagyaráztam, javasoltam, akkor gyorsan le fogja fordítani neked ezeket a programokat. Ennyi felvezetés után bizony mit teszünk? Megnézzük a programot. Vegyétek figyelembe, hogy én mind a kettő, tehát a Pergo Canvas-t és a GnomeVen fotót is fölinstaláltam, így minden működni fog. Indítsuk is el a programot, nézzük is meg, hogyan működik. Én az ikonra kattintok, mert természetesen automata indításhoz beállítottam, hiszen napi szinten többször használom. Első lépés, hogy megismerjük a programot. Miért? Mert én azt tapasztaltam, hogy a legtöbb ember feltesz egy programot, alapfunkciókkal tudja, lementi a képet az adott program, és nagyon örül. Hát ez nem így működik. Első körben érdemes végignézni, hogy milyen lehetőségeket kínál a program, és hol tudod megnézni a lehetőségek tárházát magába a programba és a beállítási panelba, hiszen az a fontos számomra, legalábbis én így gondolom, hogy az a program, amit én használok, úgy és pontosan úgy működjön, ahogy nekem az kell. Nézzük is meg a beállítás, szerkesztés, beállítások, Alt-P-vel indul, ami számunkra elég furcsa, de maradjunk annyiba, hogy a menüből elindítottam általános fül, képformátum, állíts be, hogy milyen felbontással, illetve milyen tömörítéssel így pontosabb, és milyen kimeneti fájlt szeretnél látni. BMP, JPG és PNG-t tudsz beállítani, ami neked kell. Nekem a PNG teljesen megfelel. Mentés, hova és milyen néven mentsen, ne össze-vissza dobálja be a mentett képet, tehát a képernyő kép mentésedet, hanem oda, ahova te szeretnéd. Én azt gondolom, hogy a legegyszerűbb, hogyha a dokumentumok közé be fogja nekem rakni, a dokumentum mappába a könyvtárakon kívül berakja, majd én azt majd szétszortírozom, nagyon kényelmes. A következő kérdés, ami számomra fontos, illetve számotokra is fontos, a fájl nevet másolja rá, vagy a képet másolja rá a vágólapra. A fájl nevet akkor érdemes rámásoltatni, hogyha valahova te azt beilleszted. A fájl nevet, azaz elérési utat egy doksiba beraksz. A másik gondolat természetesen az, hogy ha a képernyőképet a vágólapra másolja, akkor be tudod illeszteni az adott képet a dokumentumodba, és akkor már a képernyőmentésed rögtön a doksiba kerül, vagy ne csináljon ilyesmit. A felvétel, az egérmutató rajta legyen, vagy ne legyen rajta, természetesen ez egyéni preferencia. Haladó, nagyítási ablak engedélyezése, egyéb ilyesmi, hagyjuk alapállásba, amíg igazából ki nem tapasztaljuk, hogy nekünk mi a jó, odáig ez megfelel. Ablakfelvétel. A felvétel tartalmazza az ablakdekorációt, azaz a külső részét. Hát el tudod dönteni, hogy csak a tartalmi részt szeretnéd, vagy a keretet is lehet látni. Ablak automatikus átméretezése. Hát bizony, hogyha szeretnéd az ablakot 500x500-as képpontban pontosan átméretezve felvenni, akkor használd azt. Én úgy gondolom, hogy egyéni dolog, lekerekített ablaksarkok kikényszerítése, én ezt nem szoktam bepipálni. A csak látható ablakok kiválasztása akkor praktikus, majd lesz erről szó, ha éppen olyan gondolatod van, hogy amit a monitoron te látsz, fizikálisan látsz, csak azok közül szeretné válogatni. Én ezt nem pipáltam be, hiszen egy rejtett ablakról is, vagy egy háttérben lévő ablakról is szeretnék esetlegesen képet készíteni, és akkor nem kell előhúzni, előkeresgélni. A buborékok menük felvétele, ez fontos dolog, hiszen az előugró sugó buborék, amit éppen itt láttál, az bizony előfordulhat, hogy előbb eltűnik, mint ahogy te gyorsan le tudnád menteni, illetve a másik dolog, amikor te elindítod a képernyőmentést,
hogy ezt a buborékot legyen szíves már lementeni, akkor nem biztos, hogy fél másodperc alatt odaugrasz és megtalálod, vagy azt a menübe oda navigálsz, amit fel szeretnél venni, ehhez megfelelő másodpercet állíts be, kis késleltetett felvételt fog csinálni. Az esetleges rossz típus információk figyelmen kívül hagyása nyilván bepipálta, nekem ne sipákoljon minden fölösleges gondolatnál, hogyha nem sikerül a képernyőmentés, akkor úgyis észre fogom venni. A weboldal felvétel, beszéltünk arról, hogy egy weboldalt fel tud venni neked, tehát le tud fotózni, inkább így mondom, annak a szélessége mekkora legyen. Nyilvánvalóan nem a legkisebbre állítja az ember, legalábbis az én elgondolásom szerint. Az alapbeállítás ennél kisebb volt, én föltvettem a legmagasabbra, nagyobb felbontású képet fogsz kapni, nagyobbból könnyebb kisebb felbontást csinálni, nagyobbból könnyebb kivágni valamit, mindesetleg egy vacak felbontású képpel kilódni, hogy az írás vagy akármi azonnal képen jól látszódjon. Nem fog sikeredni neked egy 640-es szélességből nagyobbat csinálni normális minőségbe. Picit lehet húzni a kép minőségét, picit lehet élesíteni egyéb trükkökkel, de maradjunk annyiba, legyen nagyobb a kép. A mai tárhelyeknél igazából semmi nem indokolja, hogy kis, picikek és képekkel kínlódjunk. Nagyból csinálunk kicsit, ha kell, műveletek. A műveletek megnyitás ezzel beépített szerkesztő, én ezt szoktam használni, de ha ezt bepipálod, akkor a beépített szerkesztő, amit fölinstalláltunk, hiszen megbeszéltük, hogy azt külön fel lehet installálni, azon kívül még a gépeden lévő képnézegető, képszerkesztő programok közül is választhatsz. Ez számomra azért nem praktikus, mert hogyha egy képernyőképet szeretnék csinálni gyorsan, és utána majd valamikor használom, nehogy már betöltődjön a gimp, és akkor azt be kell ilyen csukni annak a kismillió ablakával, nekem foglalkozni kell. A színek csökkentése szintén ugyanaz a szöveg, mint a weblap felvételnél, legyen maximálisra beállítva, hiszen a színeket csökkenteni tudjuk, de bővíteni nem fogjuk. Ami nincs rajta az eredeti imidzsen, a képeden, az biztos, hogy nem fogod tudni rátenni, mármint nem arra gondoltam, hogy feliratozni nem tudod, hanem a minőség romlása nélkül, az értelmezhetőség nélkül mondjuk a színeket nem tudsz rárakosgatni. Vannak megoldások, nem olyan jók, ne kínlódjunk vele, bélyegkép mérete mekkora legyen, kutyát nem érdekel, odaállítod, ahova akarod. A szegély, a képeknek a szegélye a nézegetés közben mekkora legyen, és milyen színű, igazából lényegtelen ízlés dolga, kép megjelenítés. Megjelenítés pepitarácsként nem a képet fog pepitarács lenni, hanem az átlátszó képrészleteket pepitarácsként szeretnéd, olyan kis kockás saktábla szerint, vagy fekete, vagy egyéb dolgot beállíthatsz, igazából kutyát nem érdekli, hogy melyiket állítod be, ami neked tetszik, nincs jelentősége. Az átlátszó részeket, én azt a pepitás megjelenítést szeretem. A munkafolyamat nézet rendezze növekvő sorrendbe a képeidet, vagy ne rendezze növekvő sorrendbe a képeidet, csökkenő sorrendbe, ahogy készítetted, és mi szerint fájné vagy kulcsidő létrejötte szerint rakja majd be neked a szerkesztősávra, illetve a képnézegető részbe a fájlokat, teljesen mindegy, ahogy tetszik, én azt szeretem, hogyha létrejötte szerint rakosgatja szépen össze, kulcsidő létrejötte szerint be van állítva, hogy emelkedő vagy csökkenő, azaz elő legyen a legutolsó, vagy hátul legyen a legutolsóként mentett képed, az teljesen mindegy, illetve hát ahogy neked jó, viselkedés, ez már fontosabb, induljon, hát persze, hogy induljon, automatikusan nekem az fontos. És az ablak elrejtése az első induláskor, én elkövettem azt a hibát, hogy megnéztem, persze, hogy megnéztem a beállítást, de ezen átugrottam. Azaz, amikor elindul automatikusan a gép indításakor a program, akkor nekem ide rakott egy ablakot, be kellett csukni, hogy ikonka legyen. Hát bizony érdemes ezt az ablak elrejtése az első induláskor bepipálni, és akkor nem lesz egy előugrott ablakot, amit kézzel be kellenél csukni. Értesítő ikon elrejtése kell, vagy nem kell, te tudod. Ablak beállítása. Ablak elrejtése képernyőkép készítésekor. Ha egy monitorod van, és előhozod a shooters-nek a képét,
azaz a kis ablakocskáját, és alatta van, amit te leszeretnél menteni, akkor jó lenne, hogyha már saját magát eltüntetnél az előtérből, természetesen ne legyen ott. Ablak megjelenítése, képernyőkép készítése után nyilván, hogyha meg akarod nézni, hogy hogyan sikerült a képernyőképed, vagy esetleg rögtön szerkeszteni szeretnéd, vagy ide-oda másolgatni, mozgatni, akkor jó lenne, hogyha megjelenítetni az ablakot. Döntsd el, kell, nem kell, próbáld ki mind a kettőt, és utána azt használd, ami tetszik. Bezáráskor ablak minimalizálása a panelra, tehát ha bezárom, akkor oda legyen szíves már odarakosgatni saját magát a panelomra, természetesen ne csukja be, tűnjön el, kelljen újraindítani, hanem a panelon foglaljon helyet. Újra rajzolás késleltetése ezred másodpercbe tudod megadni, milyen gyorsan rajzolgassa a képeket újra, ha szerkeszted, vagy mozgatod, vagy egyéb alapérték, bőven jó. Értesítések, na hát, hogy mikor, hogyan és miképp kapjál értesítés és hogyan, az a te dolgod, itt azt állítasz, amit szeretnél, kuka. Kérdezzen rá törlés előtt, igen, én ezt beszoktam pipálni, mert előfordult olyan, hogy kitöröltem egy-egy képet, persze természetesen a nézegető sávba tudod nézegetni, és törölni is a képet, és hát bizony rákattintottam, nyomkodtam a gombot, mint a villám, és eltűntek azok, amik kellettek voltam. Nem vészes, de esetleg előfordul, hogy kellemetlen. Fáj törlése a lap bezárásakor, tehát hogyha azt a lapot a nézegető sávba becsukod, törölje ki magát a fájt, vagy ne. Hát nyilvánvalóan én azt nem szeretném. Értesítés fáj törlése esetén magad tudod. Feltöltés. Pár helyre fel tudod tölteni automatikusan ezeket a képeket, képmegosztó dolgok engem nem hatnak meg, ugyanúgy nem használom most már mind az FTP feltöltést, itt tudod ezeket az értékeket, például az FTP-nek a helyét, vagy jelszavát, természetesen azokat, hogy hova szeretnéd feltöltögetni, nagyon kellemetes dolog, hogyha egy központi szerverre szeretnéd feltölteni a képmentéseket, tud CLI, azaz parancsorból is működni, és esetleg úgy szeretnél egy-egy képernyőképet csinálni, esetlegesen egy weblapról, hogy 20 percenként a változás dokumentált, és ezt a központi FTP-dre szeretnél feltuszkolni, akkor meg tudod csinálni parancsorból is. Nagyon professzionális dolog, én ezt a részt nem használom. Bővítmények, van pár képmanipuláló bővítmény, ez nem a kis nyilacskát rárakok, vagy esetleg feliratozom, témakörbe tartozik, hanem képmanipuláló vízjelet teszel rá, polaroid tagadás. Ez az invertálást jelenti, valaki megint nagyon szépen lefordította a negálást tagadásra, de maradjunk annyiba, hogy invertálni is tud a képet, majd megmutatom, miről van szó. Ennyi nem bővíthető, legalábbis tudomásom szerint nem bővíthető. Oké, beállogattuk, ahogy kell, mindenki úgy állogatja, hogy akarja. Természetesen, ha valaki nem akar különösebb érdekességeket, különösebb dolgot csinálni vele, az alapbeállítások közül kettőt érdemes megnézni, hogy milyen képet milyen tömörítéssel mentsen, ez az egyik. A másik pedig az, hogy induljon automatikusan vagy nem. A többit úgy is tudod vezérelni egyéb megoldásokkal. Oké, nézzük is meg, én szeretem az ikonos megoldásokat, azaz nem a menüből fogom vezérelni, hanem ikonként. Az első kis nyilacska, rákattintasz, csinálsz egy négyzetet, rákattintasz, és le fogja menteni. Érthető, kaptál értesítést, megjelent. Úgy állítottuk be, hogy jelenjen meg, nézzük meg. Oké, kaptunk egy képet. A következő, ez a kis mappaszerűségnél fel tudod venni az összes munkaterület felvételét, meg tudod csinálni láthatóan az összes munkaterület megjelent, ez egy kicsit lassabban fog működni, hiszen nekem 4 darab munkaterületen van 2 monitorral, azt akárhogy nézzük, viszonylag jó hosszú kis képet csinál. Tehát az egész munkaterületeket XFC alatt alapbeállítás ennél a rendszernél 4, de arra állítod, amennyire akarod, azok között így tudsz váltogatni, és azaz egész pofás. Mindet szeretnéd képként lementeni, nagyon-nagyon kellemes, és
itt pedig korlátozás a jelenlegi monitorra, tehát csak azt a 4 darab munkaterületet menti le, ami ehhez a monitorhoz tartozik, a másodlagos monitoromat nem, azaz egész jól be tudod ezeket állítani, és a munkaterületek mentése, és kényelmesen meg tudod tenni. Oké, ez egy kellemes dolog, igazából napi szinten nem használja az ember, azért van gondolom elől, mert a készítője bizony sokat használt. A következő képernyőkép készítése egy adott ablakról, rákattintasz a nyilacskára, és kiválasztod azt az ablakot, illetve ablakszerűséget, amit te szeretnél. Látható a Tint 2-es panelom. Az XFCE panelomat is külön ablaknak minősíti, a kalendáriumot, amit én használok, annak a 3 ablakát, a csonkit, tehát az konkit, hogy szebben mondjam, annak az ablakát is ő saját maga külön ablaknak minősíti, és le tudod menteni. Nézzük is meg ennek a mentését. Rákattintasz, egy kicsit molyolog, és láthatóan lementette azt az ablakot. Nagyon professzionális, azt ment, amit akar. Látjuk, itt lapozgatni tudsz a fülek között, azaz ez a nézegető sáv nagyon jó, nem? Tehát idáig akármit le tudtál menteni, de le tudsz úgy menteni, hogy oda mész, és akkor válogatod, hogy mit szeretnél, és arra kattintasz, és akkor a XFCE panelra kattintottam akkor, és akkor őt mentette, le lehet látni, hogy nagyon szép, szép, hosszú, használható, nagyon kényelmes egy-egy ablakocska lementésére. Azaz nem kell körberajzolni, nem kell az egész monitort lementeni és körbevágni, hanem azt, amit te kijelölsz, azt megfelelően, megfelelő méretben le fogja neked menteni. Oké, azt hiszem ez egyszerű. A következő felvétel az ablak egy részéről lehetősége van, bármely gyermekablak kiválasztására az egér kurzor fölévitelével nagyon szép fölé mész, és akármit ki tudsz választani, hát legyen ő jó, mert ő még nem volt, rákattintottunk, és lementette számunkra kisebb ablakok, nyitott alablakok, tehát hogyha egy menüből megnyitsz egy ablakot, azt is le tudja neked menteni. A következő, ez a nem is tudom milyen kis ikonka, rákattintunk, egy egyszerű menü, vagy egy legördülő menü kiválasztása bármely alkalmazásból. Ez már egy macerásabb dolog, hogyha egy menüt szeretnél lementeni, mert ahogy a menüről elmész, eltűnik, megkeresed a gyors billentyűvel, vagy akár ikonnal ellátott képernyőmentődet, és közben eltűnik számodra a menü, nézd meg, hát bizony eljövök innéd, elkezdek erre rákattintani, na hát eltűnik. Nézzük is meg, hogyan működik ez ténylegesen. Rákattintunk, van 10 másodpercünk, hogy előkerüljön, legyen mondjuk ez, és várunk, és le fogja menteni. Oké, szépen lementette, amire szükség van. Ugyanúgy egy menüt is le tudsz menteni, megmutatom hogyan. Megnyitsz egy dokumentumot, és azt gondolod, hogy ezt a szerkesztés menüt szeretnéd lementeni, mert be szeretnéd mutatni, hogyan működik. Hát ez nagyon-nagyon egyszerű, és várunk egy picit, rákattintunk, és meg fog jelenni. És ahogy lehet látni, le is mentette. Figyeljetek arra, őt mentette le, erre nagyon-nagyon figyelj, nem az egész menüt, mindig a menünek az a része kerül, ami a legalul van. Ez a főmenü, és itt az almenü, ha meg van nyitva. Erre azért figyeljetek, mert ez egy kicsit trükkös dolog. A sugóbuborék hasonlóképpen egyszerűen működik, rákattintasz, elindítod azt a programot, amelyiket szeretnéd, odamész, amelyiket menteni kívánod, a beállított időt megvárod, és a buborék lementésre kerül. Egyszerű, arra azért mindenképp figyeljetek, hogyha egy dokumentumot készítetek, például az adott programról, hogy a nyomtatási kép bekikapcsolása hogyan működik, és ez a sugóbuborék éppen hogyan néz ki, akkor az átlátszatlanságot, illetve az átlátszóságot így pontosabb állítsátok be, ne látszódjon mögötte, ami van, ezt a ablakkezelőnél be tudjátok szépen lőni, illetve sok helyen a programba is beállítható, hogy egy-egy átlátszatlan legyen a menü, vagy a sugóbuborék, és a háttér ne látszódjon. Oké, ez kitérő volt. A következő lépés természetesen
egy weblap mentése, mentsünk is egy weblapot, első körbe beállítjuk, hogy mennyi ideig várjon maximálisan a weblap betöltésére, ez bizony én ne legyen várakozási korlát, azaz megvárja, hogy teljes mértékben betöltődjön az az oldal. Előfordulhat az, hogy te nem akarsz 2 percnél többet várni. Figyeljetek, egy nagyobb oldal betöltése, főleg ha tele van mindenféle izgőmozgó dologgal is, és kicsit gyengébb az internet sebessége, vagy az oldal betöltési sebessége, akkor természetesen a legfeljebb 10 másodperc nem biztos, hogy nektek jó lesz, a legfeljebb 2 perc az, amit én általában várni szoktam, de most egy szép, hasznos és vezető blog oldalát fogjuk lehívni, és arról képet menteni, az pedig legyen a magyarlinux.hu. Hogyan kell csinálni? Rákattintasz, és beírod, hogy magyarlinux.hu, és nem fog, hoppá, hiba történt a képernyőkép készítése közben, nem lehet a weboldalról felvételt készíteni. Atya ég, mi van itt? Hoppá, látjátok, mindenfajta hülyeséget kér, de a lényeg az, hogy elírtam a nevet, nem véletlenül, hanem akarattal, azaz nem tudsz hibát elkövetni azzal, hogy beírsz valami fals nevet, és akkor lesz neked képed, üres képed, vagy egyéb. Láttam ilyen képmentő, illetve weblap mentőt, hogy akkor dolgozik mind a fene, és közben semmi sem történik, mert nincs ilyen honlap, nincs tartalom, és mégis menti a semmit, azaz megpróbáljuk leírni, hogy magyarlinux.hu, és megnézzük, és felvétel dolgozik, és itt van, erről beszéltem, hogy elég hosszúkás lesz a kép, hogyha hosszabb a weblapnak az első oldala, hiszen az első oldalát mentettük le, nem adtam meg aloldalt. Ahogy látni, szépen bele tudsz nagyítani. Miért? Azért, mert gyakorlatilag a legnagyobb felbontású képet kértem. Nyilvánvalóan, hogyha neked ez tárhely vagy egyéb gond miatt nem alkalmas, akkor kisebb felbontással kéred, de én szeretem a nagyobb felbontást, és egyértelműen akkor tudod olvasgatni, megnézni, hogy mi van ott, ha azt a képet le akartad menteni. Oké, mindent lementettünk. A következő gondolat, a feltöltési lehetőségek itt vannak, őt is meg fogjuk nézni természetesen, rákattintunk, és meg tudod adni, hogy nyilvános kiszolgálókra, azaz ilyen képtároló, képmegosztó oldalakra fel tudod tölteni. Én ezt, ahogy mondtam, nem használom, FTP. Az FTP-t én nem használom jelen pillanatban, régebben használtam, működik. Tehát FTP helyre fel tudod töltögetni a képedet céges FTP-re. Például a következő, ami igazából professzionálisabb, és szerintem nagyon kényelmes dolog, hogy a képet rendezni is tudod, azaz helyek, a gépeden lévő helyek közül kiválasztod, hova küld át azt a képet. Gyakorlatilag így szépen rögtön a kép mentésekor az alapkönyvtár, amit megadtunk, emlékeztek rá, azon kívül máshova át tudod paklászni az adott képedet, kényelmes. Oké. Egyébként Ctrl-egérgörgető gomb ez a közelítés, távolítás, tehát nincs itt semmi varázslat, de én nem szeretek egy képet így nézegetni, hanem szeretem az egészet, vagy ezt a részt látni, amire nekünk szükségünk van. Következő lépés, menü. Átkeresünk egy olyat, aminek van értelme. Ő lesz az Pepita kocka, átlátszó háttér, tehát ami nem kell, átlátszó háttérként fogja megjelenítetni, lementeni, hiszen mi a menőt kértük lementeni, és ez szépen meg is történt, amire nincs szüksége, ami nincs kijelölve, és hát bizony valami háttérszint kellene adni, annak átlátszót ad, és ez Pepitának fog megjelenni. Figyelj arra, nem mindegyik képformátum ismeri az átlátszó hátteret, én ezért használom, meg egyéb okok miatt is a PNG-t, mindenre kellemesen használható, majdnem mindenre. Na, szerkesztéshez vissza, szerkesztés, nyilvánvalóan ez az ecset, illetve paletta szerűség lesz az, amit mi szerkesztésre használunk. Mi az, ami fontos? Bizony, akár ennek, tehát a webmentés, illetve szerkesztéshez fel kell installálni, amiről volt szó.
természetes ismétlés volt, tudjátok. Rákattintunk, megjelenik az, amit mi szerkeszteni szeretnénk. Mit tud ez a szegény kis szerkesztő ketyerénk? Van egy nyilacska, amivel mozgathatod a képet, tehát ide-oda mozgathatod a képedet. Van egy ilyen kis rajzeszköz, tudsz rajzolni. Van egy kiemelő rész, amit, hát ilyen kis kiemelsz valamit. Itt alul van a beállító sáv, mindent, amit az adott eszközzel be tudsz állítani, be tudsz állítani. Egyértelmű, aki már használt akármilyen egyszerű rajzprogramot, ezt tudja. A következő, ami nagyon hasznos, egy egyenes vonal húzása. Nyilvánvalóan az egyenes vonal például aláhúzásra nagyon alkalmatos, kényelmesen tudod használni. Ha visszalépsz és rákattintasz, és eltalálod akkor az adott rajzocskát, adott lehetőséget, akkor a beállító panel meg fog jelenni. Kényelmes. Ami a legfontosabb, nyilat tudsz húzni, vagy legalábbis nekem a nyilat tudod mozgatni, ahogy tetszik, új nyilakat tudsz feltenni, alul be tudod állítani természetesen a megfelelő dolgokat, téglalapot tudsz rajzolni, például felirat háttérhez, vagy hogyha a téglalap kitöltő színe, például nem ilyen, hanem teljesen átlátszatlan, egyértelműen ilyen kis keretet, a kiemelt szöveg, vagy akármilyen részhez tudsz húzni, ugyanezt oválisan megteheted, nyilvánvalóan azt hiszem, egy pillanat, rá is kéne kattintani, és oválisan tudsz rajzolni, nem nagy dolog. A következő gondolat természetesen feliratozni is tudsz, egy szöveget be tudsz ide írni, ide beírod, hogy szöveg, nem, akármit írunk be, jó, a méretét jócskán megnöveljük, hogy azért egy kicsit durvábban látszódjon, és leokézzük, hát a színe az legyen olyan, azt hiszem egyértelmű, szépen beállítható, minden paraméter, minden, szóval az egyszerű szövegszerkesztőnek megfelelő, kijelölt betűtípust szeretnéd látni, tehát azonnal itt a szerkesztőpanelben látni akarod, hogy milyen méretű és milyen kinézetű a betű, és a kijelölt betűszint is természetesen beállíthatod, ha kényelmesebben szerkesztesz szöveget, és majd a képmezőbe itt meg fog jelenni az, ami kész produktum, avval a betűtípussal és színnel és mérettel, amit akarsz, azt is ezek kipipálása nélkül meg tudod tenni. Én jobban szeretem egyébként akár a betűkinézetet, akár pedig a színt látni a panelba is. Oké, ki amit szeret. A következő megoldás a cenzúrázás, azaz, hogyha nem szeretnéd esetleg a neved, akármilyen kódod, vagy bankszámlaszámod, vagy mailcímed rajta legyen, akkor ezzel cenzúrázni tudod nagyon professzionálisan. Itt be tudsz állítani mindenféle szint, vagy átlátszatlanságot. Én úgy gondolom, hogy kényelmes, nem szeretnéd, áthúzod, és nem látják. Az, hogy hogyan, miképp legyen ez beállítva, az egyéni preferencia, az a szürke nekem nagyon megfelel. A következő is hasonló, bár nem ennyire durva, hogy húzol egy vonalat, aztán eltűnik minden, hanem egy kicsit kulturáltabb, de jól látható cenzúrázási dolog, azaz, hogyha fel szeretnéd hívni vizuálisan valakinek a figyelmét, hogy jön, hogy kitakartál valamit, akkor egyszerűen erre rákattintasz, és rámész, téglalaprajzoló eszköz kapsz, és szépen el fogja tüntetni. Ezt természetesen utólag is tudod változtatni. Rákattintasz, nagyobb, bocsi, rákattintasz, tudod mozgatni, tudod nagyítani, azaz egy kényelmes és egyértelműen látható dolog, hogy onnan te valamit kicenzúráltál. A következő már egy kicsit érdekesebb dolog számomra, ha van egy kép, és szeretnéd különböző helyeken sorszámmal ellátni, vagy inkább úgy mondom, kis ikonkával ellátni, akkor erre rákattintasz, és ilyen kis appá látható sorszámokat kapsz. Azaz, ha leírást készített, akkor már nem kell magyarázni, hogy ott, ahol a bal felső sarokban, ahol ez van írva, hanem odaírod, hogy egyes pont, és a leírást megkészített, második, harmadik, negyedik, akármi. A kép beszúrását meg tudod tenni, például egy tux legyen ő,
egy kiválasztott és be tudsz ilyen kis ikonkákat rakosgatni. Ez sok esetben kényelmes, például a pipa, vagy a hibajel, felkiáltójel, ezeket kényelmesen megtelheted, kurzorokat berak, különböző ilyen szövegbalonokat be tudsz rakosgatni, ha éppen olyan kedved van, ezeket tudod variálni, ide-oda tologatni, tehát viszonylag jól feliratozható, kidekorálható a dolog. Hát a következő gondolat az, hogyha a képet szeretnéd vágni, a vágó eszközre kattintasz, és ki tudsz vágni utólag is belőle egy-egy darab képrészletet, és a vágásra kattintod, megadható numerikusan is, hogyha éppen olyan van, hogy pontosan azt a helyet szeretnéd kivágni, vágás, és ki is vágtad, és utána le tudod menteni. Ezeknek az ikonoknak a használata azt hiszem egyszerű visszavonás, újra vágás, kivágod, beilleszted, vágólapra rakod, inkább így pontosabb, azaz meg tudsz tenni minden fontos gondolatot, és mentsük is le, ezt lementettük, és lementettük. Arra figyelj, hogy nem másik fájba menti a sima mentésnek, a mentés másképp, azt használt, ha az eredetit meg szeretnéd tartani, de hát ez máshol is így van, ha valamire a változtatást rámented, az bizony rá fog mentődni, úgyhogy nem biztos, hogy vissza tudod vonni. Bár eddig folyamatosan arról beszéltem, hogy a képernyőt le tudod menteni részben, egészben, gyerekablak, akármi egyebet, de ez alkalmatos, ez a program egyéb szerkesztési feladatokra is, azaz nem csak a lementett képedet tudja manipulálni, amit ő készített, és ez nagyon kellemes dolog, hanem be tudsz importálni, meg tudsz vele nyitni olyan képet, amit máshonnan szereztél be, internetről letöltöttél, vagy akár te készítettél, telefonnal vagy fényképezőgéppel. Én ezen szeretném bemutatni, ezt ismeritek, ez volt a felvezető részben a háttérkép. Ennek okán mi az első lépés, mielőtt hozzányúlnánk ehhez a képhez, lementjük, hiszen a videóba azért jó lenne, hogyha ez a kép van belehelyezve, és ha ezt átírjuk, átszerkesztjük, akkor az elején nem olyan szép lesz az a kép, mint amilyen volt. Azaz, mit teszünk? Mentés másképp, és én szokás szerint, legalább saját szokásom szerint 2 vagy 3 nullát elé teszek, és tudom, hogy az egy megváltoztatott kép, az már nem az eredeti, hanem egy kis változtatáson keresztül. Azaz, nézzük is meg, mit lehet ezzel csinálni. Természetesen az egész szerkesztési paletta, amiről beszéltem, az számodra rendelkezésre áll, de nem is ezt akarom bemutatni, hanem az, hogy a bővítmények. Van pár olyan bővítmény, amivel érdemes foglalkozni, vagy nem, te el fogod tudni dönteni, nem sok, de nagyon egyszerűen használható, és feldobja a képedet, nagyon egyszerűen használható, tudás nélkül egy kicsit professzionálisabb, attraktívabbá tudsz tenni egy ilyen képet, hiszen hogyha beillesztesz egy képernyőképet, vagy akár ezt a kis kék képet akárhova egy honlapra, az csak egy kép. De hogyha egy picit feldobod, vagy esetleg a kiemelt képedet, ami megjelenik a honlapodon kiemelt képként, azt attraktívabbá szeretnéd tenni minden tudás nélkül, minden gimp vagy egyéb komolyabb szerkesztői tudás, ismeret nélkül, akkor ezzel meg tudod tenni hengeres torzítás, tagadás, ez az invertálás egyébként, negatívba átforgatja a képedet, polaroid hatás, nézzük is meg, mi ez a polaroid hatás, a régi polaroid képeknek megfelelő hatást fog tenni, futtassuk le, eléggé fura, nem erre készült egyébként ez a program, hogy kifejezetten képet így manipuláljon, elég fura, hogy le kell futtatni, tehát nincs előnézeti kép, és mindig frissítgetni kell. Én úgy gondolom, hogy ennek ellenére például készítsünk el az adott cikknek, ami a honlapomon meg fog jelenni, a nézőképét, azt a kiemelt képet, ami ott fönt a sarokban megjelenik, ezzel nézzük is meg. Van egy szöveg, ami itt fog megjelenni, ez legyen a shooter. A képmentő. Jó, megnézzük, helyesen van írva, vonzás center, tehát a hajlítás hol legyen, az itt nekem megfelel,
a betűméret meg fog felelni, ráfrissítek, bár nem nagyon lehet látni, itt alul fog megjelenni a forgatás szögét, én megadhatom, ráfrissítünk, és nézzük is meg, appá, ez egy kicsit durva lett, 10 fokot, megint ráfrissítünk, és hát nem, inkább egy mínuszértéket szeretnék megadni, a másik irányba való elforgatás nekem jobban tetszik, ráfrissítünk, hát jó, ilyen lesz, és lementjük, mentés, mennyi tudás, nulla tudással, ismétlem, nulla tudással, mindenféle egyéb nélkül elkészítettünk egy jópofa kis képet, igaz? Elkészítettük. Nézzük is meg, hogyha éppen ezzel szeretnénk valamit tenni, bővítmény futtatás, és már ezt a képet manipulálja, látható, ilyen polaroid a polaroidba megoldást lehet tenni, ezt bizony nem szeretnénk, és mégse erre kapcsolunk. Ennyi. Gyorsan, hatékonyan összehoztunk egy-egy képet. A következő lépés micsoda? A következő lépés az, hogy a grafikus megoldásokat befejeztük, térjünk át, illetve felvillantom én számotokra a CLI, tehát a parancsoros megoldást elindítjuk a Shooter H. És látjuk, rengeteg opciója van. Az opciók közül vannak olyanok, amelyeket használ az ember, vannak olyanok, amelyeket nem használ az ember, de én úgy gondolom, hogy érdemes megismerni. Például nagyon egyszerű, ez le fogja menteni neked a megadott honlapot. Azaz, hogyha írsz egy scriptet, vagy elindítod parancsorba ezt, megadva a honlap nevét, és beállítod, hogy minden órába fusson le, például a Chrome-ba berakod, vagy megfelelő előtét programot használsz hozzá, ütemező programot, akkor természetesen óránként, vagy az általad beállított időnként a háttérbe le fogja futtatni ezt a képernyőmentést, weblapmentést, vagy megadhatod, hogy az adott képernyőt, az egészet mentse le, tehát elindítod, hogy szuttersz, és kötőjel F, vagy két kötőjel full, és akkor lementi. Tehát parancsorból, vagy akár ikonból, vagy akár gyorsbillentyű hozzáadásával el tudod indítani a képernyő mentésedet. Nagyon sok beállítási lehetőség van, nem fogok kitérni rá, hiszen aki CLI módba szeret dolgozni, annak az első, hogy a helpet vagy a leírást elolvassa, de hogy látni, nagyon-nagyon sok beállítási lehetőség van, nevezékre, hogyan nevezzel, kurzorral vagy kurzor nélkül, vagy egyéb gondolattal, azaz kényelmesen, gyorsan, parancsorból is, automatizáltan is meg tudsz oldani ezekkel olyan feladatokat, hogy ahogy előbb említettem, egy weblapot lementesz óránként, vagy a F12 funkció billentyűhöz hozzárendeled a képernyőmentés egész képernyő lementését, és utána csak meg kell nyomni. Nagyon professzionális, működik CLI, azaz parancsoros módban is, azért ez egy kicsit haladóbb gondolat, és grafikusan is. Köszi szépen, hogy meghallgattatok, remélem egy hasznos eszközt adtam a kezetekbe. Köszi szépen, sziasztok!